Hölgyeim és uraim, ez itt a HR Fest Borbénál podcastje, és abban különös megtiszteltetés számomra, hogy egy kedves régi barátomat, most már mondhatom kollégámat, üdvözölhetem. Remélem, önök is szívből szeretik őt, mint én, Silinora. Szia, Nóra. Hello, köszöntök mindenkit. Fú, de jó, hogy itt vagy. <laughs> Köszönöm szépen. Azért nagyon örülök neki, hogy itt vagy, mert egy ideig nem voltál, nem voltál képernyőn, nem voltál egy ideig látható. Nem volt túl sok ez az idő, de azért érzékelhető volt. Aki követ téged, aki szerette a munkáidat, az érzékelt, hogy egyszer csak így visszább ment az élet. És visszábbnak tűnt menni az élet. Visszábbnak tűnt menni az élet. Mi történt? Bár nem divat, de őszintén fogok válaszolni. Én összesen egyébként 450 mély interjút készítettem, 200-at, mint őszintén Szilinórával címmel, és aztán az egy kávé Szilinórával az 250 volt. És ennek a végén még csináltam egy három személyes beszélgetős műsort is, majd tulajdonos volt ennél a csatornánál, és egy 20-as éveiben járó fiatal pénzügyi igazgató leült velem szembe egy napi műsor elvárásával, vagy ajánlatával, viszont olyan méltatlan feltételeket kínált, egyébként visszakérdeztem, hogy látott-e már televízió műsort belülről, ahogy az készül. Hát egyértelmű volt, hogy nem. Szóval olyan méltatlan feltételeket kínált, hogy úgy éreztem, hogy ha igent mondok, akkor az önértékelésem fog megrecsenni, mert ez már a méltóságomat sérti, a szakmai méltóságomat, és talán az önmagam előtti hitelességemet is. És azon is elgondolkoztam, hogy leszek -e én attól szilinórább, ha még 10 vagy 50 interjút készítek, vagy kevésbé leszek szilinóra, hogyha ezt a 10-20-50 szádat nem készítem el, vagy máshol, más platformon folytatom. Úgyhogy abba hagytam a tévézést öt éve, de talán nem abba hagytam, csak szünetel. Zseniális. Azért zseniális a válasz, mert hogy pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye az embernek, ahogy fejlődünk, vannak emberek, akik ezt öregedésnek hívják, nem is értem. De mondjuk, hogy ahogy fejlődünk előre felé az időben, úgy ugye egyre változó igényeink lesznek, részben magunkkal, részben a világgal szemben is. És hogy ezt a televíziós személyiség nyilván nehezebben éli, hiszen ugye addig, amíg a Rivalda működik, és addig, amíg a csillogás zajlik, és a nézők szeretete, és az anyagiak, legyünk őszinték, ugye ez is benne van a történetben, ott tartanak addig ez magától érthetődően megy, de amikor a show elkezd apadni, akkor, akkor ötlet kell. Akkor hirtelen valami olyan kell, amitől szilinóra egyszer csak szilinórává válik, és nem egyik olyan média személyiségé, aki egyébként remekül és sikeresen működik a televízióban, de valami, ami téged külön meghatároz. Mi lett ez? Az volt a mázli, hogy tulajdonképpen a televíziós karrierem utolsó szakaszában a brandemé igazából a portréinterjúk váltak, uh -huh. ahol ugye én nekem olyanokat mondtak el, sztárok több, mint egyébként, hogyha az online és írott és színpadi felületet is nézzük, akkor olyan 1200 vagy 1500 beszélgetésen vagyok túl, annyi sors folyt át rajtam. És ezekben nagyon érdekesen mindig kiderült, hogy van egyfajta olyan érzékenységem, vagy olyan képességem, amivel úgy nyitok, mint azt hiszem, szerintem mondhatom, hogy kevesen. Mármint úgy nyitok meg, vagy úgy hangolódom rá, vagy úgy tudok figyelni a másikra. És akkor gondolkoztam azon, hogy jó, akkor, akkor van ez az érzékenységem. Van ez a azért 30 éves kommunikációs, tömegkommunikációs tapasztalatom. Van egy meglehetősen nagy zsákom tele kérdezéssel, amit kérdezés technikának is hívhatunk, vagy azt gondolom, hogy a kérdések művészetének, mert uh -huh. én inkább a kérdezés művészetéről szoktam beszélni e tekintetben. Plusz hát azért egyszer csak eszembe jutott, nyilván nem véletlenül, hogy van egy pszichológus diplomám, ami ugyan pokáló lepte már, de Azért egy nagyon kemény alapot adott bizonyos szemléletmódban, annak csiszoltságában. És akkor én azon gondolkoztam, hogy hogy lehetne ezt az egészet összerakni. És nagyon kemény önvizsgálatot végezve, és az önismeretet, szakmai és magánemberi önismeretemet is járva, direkt egyre mélyebben, arra jöttem rá, hogy, hogy ki kell egészíteni azt a diplomát egy 21. századi tudással, és akkor a tömegkommunikációs tapasztalatom, a sok embertől kapott tapasztalatom, a saját életem tapasztalatai, a pszichológiai háttér, és az elvégzett elég hosszú képzések, executive coaching képzés, szupervízió alapú coaching képzés, most azért interferálnak bennem, sikerül bakiznom, végül is nem vagyok beszélő ember. <laughs> e, és ugye tanultam személyiség analitikát is, tehát azt gondoltam, hogy akkor lehetek hiteles, mondjuk inspirációs előadóként, vagy támogató kérdezőként, hogyha tanulok még, és én akkor az elmúlt években a szabadság helyett időt, energiát, pénzt, hétvégét arra szántam, hogy fejlesszem magam, nem azért, mert a világ elvárta, vagy egy HRS elvárta, hanem, hogy én magam elhiggyem, hogy méltó vagyok arra, hogy nehogy azt higgyék, hogy attól, hogy a nevem kilóg a tömegből, van egy ilyen álságos képen magamról, hogy én értek, mondjuk a, is. mindehez ehhez is meg mindenhez is és megpróbáltam megalapozni azt a fajta több lábon állást, amiben benne van a közönség előtti, vagy az egy per egyes, a kamera előtti, vagy a kamera nélküli, vagy egy stúdióbeli létezési forma, vagy akár még mindig az írás is, amit ugye interjúírásokkal még mindig foglalkozom, és arra jöttem ugyanis rá, hogy én nem képernyőfüggő vagyok, hanem interakció függő. Mm. És ez egy elképesztő szabadságot adott, hiszen a doboz léte az nem az én döntésem kérdése, és tulajdonképpen utólag már mázlinak tartom, hogy a karrieremben nekem voltak csendek, mert azokban a csendekben meg kellett találnom a tennivalót, és akkor kezdtem el írni, akkor kezdtem el tanítani. Tehát ha pusztán televíziós, Névjegykártyám lenne, vagy lett volna sok éven át, akkor ma tanácstalanul nem tudnám, hogy ki vagyok. Viszont van a fejedben és az életedben egy csomó olyan tapasztalat, amit át lehet adni. Ugye? Tehát van egy csomó olyan tudás, van egy csomó olyan megélt tapasztalat is. Ugyanakkor ugye nem. Ö, működtél klasszikus értelemben vállalati közegben. Tehát, hogy nem dolgoztál olyan, jó, hogy dolgoztál nyilván a különböző televízió csatornákban, de ott te mindig a, a sztár voltál, vagy a sztár vagy végül is, aki azért nem feltétlenül, akit egy csapat inkább kiszolgál, mint, vagy épít, mint sem, hogy ezt ő vezesse ezt a csapatot. Ha coachingról beszélünk, és én értem, hogy te most erre felemész, és tudom, hogy ezt csinálod is, akkor inkább life, vagy inkább business? Én nem nagyon hiszek ennek a nagyon erős szétválasztásában, mert amikor egy klassz középvezető 30-as csaj eljön hozzám, akkor pillanatok alatt ott van az élet is, mármint a magánélet is. Tehát ugye meg volt, akitől már megkérdeztem, hogy mi van akkor, a széttépem a névjegykártyáját, akkor ön kicsoda ez milyen fontos kérdés. Úristen, ez milyen fontos. És kérdés. attól, hogy valaki felveszi a nyakkendőjét, vagy a kis kosztümjét, attól még egy ember megy be dolgozni. Hát, hogy ne. És emberekkel, akiknek különböző státuszuk van, vagy szerepeik szerint működnek, de ők is jönnek emberként a saját élményanyagukkal, saját érzelmi hátterükkel, amiken mondjuk felvett viselkedésükben persze próbálnak korrigálni, de, de mégiscsak ott vannak. Tehát nyilván a múlt is nyelvet úgy nem beszélem, de akkor, amikor mondjuk egy banknál dolgoztam, akkor nyilván ahogy egy interjúnál, már mint egy projektben, ahogy egy interjúnál is én nagyon felkészülős vagyok, akkor igyekeztem sokat, sok előkészítő beszélgetésben részt venni, hogy értsem azt a nyelvet, amit ők beszélnek. Szerencsére kíváncsi vagyok, meg tanulékony, tehát ö, ilyen szempontból szívesen ta tanulok, és vagy fejlesztem magam továbbra is. De az a fajta szakértelmem, ami egy múltis cég tapasztalatával, coachingra váltó embernek van, nyilván nincs. De az a fajta pszichológiai háttér, vagy az a fajta kommunikációs tudás, és az a 360 fokos nyitottság, amire engem ez a sok interjú megtanított, a sokféleség elfogadása, a nem magamból indulok ki képessége, ami, amire érzékenyíteni szeretem például az embereket, az szerintem hasznos tudás tud lenni cégnél is vagy magánéletben is. Ugyan, van, hogy hát ugye két sablon van, aki elindul coaching irányba, az vagy vezető irányból jön, mint én, vagy pszichológus irányból, mint te. Tehát, hogy végül is mind a kettő teljesen valid, mert legyünk őszinték, én valahányszor elkezdek egy, egy felsővezetővel, én általában már nem nagyon dolgozom középen, inkább felsővezetőkkel dolgozom, de kettő perc múlva a családjáról beszélünk, és három perc múlva arról, hogy neki mi a baja magával. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz ügy, ugye most nem vég volt tőle ez a pszichológiai kamarai törvény történet, Igen. amit azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben értettem. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Túl volt hype nem értek egyetlenek az egésznek az erőszakosságával, de amivel egyetértek, hogy bizony, ha az ember pszichológiailag nem érzékeny, vagy nem fogékony a másikra, és mondjuk, ha a teljesedetben ez nem csak a képzettség, hanem az a rengeteg sors, ami átfolyt rajta az elmúlt években. Ugye az, az, is megalapozza ezt, hogy, hogy más, más fordulópontokat, más kulcsokat veszel észre a másikban. Hogy észrevesszük azt a kulcsot is, amit ő esetleg nem vesz észre. Mert hiszen ő naponta darálja a saját sorsát, és ennek a rutinjában nem rát rá azokra a highlightokra, azokra a, a fénylő pontokra, amikre mi akár rá Igen, kívül. tehát csak fordítani egyet, vagy egy másként a tükröt Ogyne. tartani. És nagyon érdekes volt, mert az 50. születésnapomra a barátaim megleptek egy videóval, ahol ismert embereket kérdeztek, hogy ki vagyok én, vagy milyen vagyok, milyen a Nóra. És egészen döbbenetes volt, Laci, hogy gyakorlatilag mindenki azt fogalmazta meg, hogy a Nóra beszélgetéseiben belőlem, mármint mint belőlük olyat hozott ki, olyat fogalmaztam meg, ami nyilván ott volt bennem, mint rejtett tudás, de sose öntöttem szavakba. Bingo. Gyakorlatilag a coaching definícióját mondta, hiszen mindenkiben a válasz Ennyi. ott van. Így van. Csak a kérdést kell úgy feltenni, és úgy kell ráhangolódni, hogy az a jó kérdés Igen. megjöjjön. És érdekes, hogy az ugye egy televíziós videó ajándék volt, hiszen a televíziós múltam szereplői ö, voltak benne nyilatkozóként, de közben meg hihetetlen mód megerősítette, hogy ezt a másik szállat is bátran vihessem, vagy megfogjam, vagy kövessem, mint vágyat, mint, mint fejlődési utat. A másik az, hogy a múló időben gondolkozván azon, hogy miben tudok hiteles lenni, hogy kivé akarok válni, vagy milyennek akarom látni a szilinórát öt év múlva, nyolc év múlva, tíz év múlva. A, itt, ott, itt már a rutin, vagy a tapasztalat, vagy a vagy a valamiféle bölcs vagy a bölcsesség és a kétely bölcsessége ott van bennem, ami a fiatalság kultusz, ami adott esetben a képernyőn jellemző, ez függetlenítettől. Tehát Olyan. ez az út független. És leválaszt. És leválaszt, és a másik, hogy ahogy mondjuk Röcsik Marival se tudtam volna, 25 67 évesen, bár okos, kíváncsi és felkészült kislány voltam, jól kérdezni, igazán kapcsolódni hozzá koromnál, éretlenségemnél, mm. vagy nem megéltségemnél fogva ma már annyi karcolással a lelkemen, a szürke állományomon, vagy annyi neurális kapcsolattal az agyamban, már ahogy tudok beszélni Hogyne. közülük is, bárkivel azt gondolom, hogy kifejezetten. Ez egy borzasztó fontos, amit kifogalmazol, hiszen a coaching ugye ontja magából a 20 éves kócsokat. És én attól mindig sírva fakadok. Mert hogy nem lehet. Tehát, hogy sajnos a megélt tapasztalat ugyanolyan fontos, mint a technikai tudás. A, azok, a, amiket mondasz, sebek, azok a, azok az akár negatív tapasztalatok is, amiket az ember az évtizedek alatt össze nem lehet húsz évesen kócsnak lenni. Nagyon nagy tiszteltel imádom a fiatalokat, nagyon sokat dolgozom, de nem lehet. Szóval vannak dolgok, amiket nem lehet. Tehát kudarc és siker hullámzásairól beszélni, vagy burnoutról beszélni, Persze. Vagy, vagy az megoldásokat kínálni. beszélni. Igen, vagy a kockázatokról és azok következményeiről beszélni. Azért oda, oda kell az, hogy az ember már, ha hátra néz, akkor jó sok hepehupát lát, vagy sokak hepehupáit lát. Így van. Ide kívánkozik nekem, ez egyben itt a Hárfesznek készülő podcastem, utolsó kérdése is lesz hozzád, hogy mi a szerepe szerinted egy ötvenes nőnek egy szervezetben? ahol ugye egy vállalati szervezetben ugyancsak a, a, egyfajta fiatal dominancia zajlik. Tehát az, hogy ugye minél fiatal kevesebbek kerülnek, legyünk őszinték, lelkesebbek, jobban bírják a gyűrődést, az idegi gyűrődést is. Tehát mindenki a fiatalokra hajt. Szerinted ez egy milyen gyakorlat? Például az idegi gyűrődés kapcsán ott két fogalmaznék meg, mert például én most magamból kiindulva, de látva sokakat, én úgy érzem, hogy a 40-es éveim végén egy új korszak kezdődött el az életemben. Tehát én nem azt láttam a gyerekeim kiröpülésével, hogy úristen, szaggatom a köntösömet, Véged hogy van. végem van, és ezt egyébként azért meg is fettek sokan, hogy én nem ejtettem ezért könnyeket, én, én azt éreztem, hogy annak az elképesztő logisztikai tudásnak a birtokában, amit két fiú nevelés. felnevelése és taxiüzemmódban való működtetése jelentett, ez egy plusz adalék, most éljövök. Aha. Hogy, hogy dönthetek újra egy képzésről, hogy olvashatok éjjel négyig, vagy kellhetek hajnal négykor, hogy nem beteg a gyerek. Vagyis hát lehet, hogy desze, hogy nincs. De megoldja meg... felnőtt. Igen. Tehát, hogy egy csomó energiám, azon túl, hogy persze támogatom őket, meg rájuk csodálkozom, meg sok mindenben frissen tartanak. Azon túl, hogy nem menjünk még... Ez egyben a válasz arra, amit kérdeztem, mert nagyon érdekes analógiákat fogalmazol meg a saját sorsod, és a között, amit kérdeztem, hogy mi az értelme a szervezetekben, vagy mi a jelentősége az ötvenes nőknek? Az ötvenes nőknek az is a jelentőség, hogy az ötvenes nő az a rendszerváltó generáció sarja, aki mondjuk, hogy a férfi is van, meg nő is, de mi meg kellett tanuljunk a változtatáshoz és a változáshoz alkalmazkodni, meg kellett tanulnunk változtatni, képessé -e válni, be kellett vándorolni a digitális világba. Szerintem a korszerűségünkért való, való tevés az egészen elképesztő frissen tartása az agynak, a szellemnek, már ha valaki uh -huh. így dönt, és erre nyitott és szerintem azon túl viszont én a XXI. században hiszem, hogy a női készségek és az érzelmi intelligencia, amit inkább a feminitáshoz szoktak kötni, holott a szocializáción sok múlik, hogy egy, meg mondjuk a személyiség szerkezeten és meg gondolkodás módon, de hogy az empátia és mindaz, amit a robotika nem tud helyettesíteni, az rendkívüli módon fontossá válik, és felértékelődik, és azt gondolom, hogy egyébként, hogy egy, egy nő megosztott figyelm, képessége, kommunikációs mintázata, az, és ezzel nem leértékelve a férfiét, csak pici cizellálva a különbözőségeket, én szerintem az összetámaszkodás és az összekapaszkodás jó a nemek tekintetében is, és a generációk tekintetében is. Én, én, én valahogy így érzem, és hiszem, hogy ez nem önállítás, mert amikor fiatalokhoz beszélek, viccesen azt szoktam mondani, hogy hogy hát én régebb óta vagyok fiatal, nagyobb a rutinom benne, ezt Lár tanultam, még ő mondta nekem, és hidd el, hogy amivel te most küzdesz, azon én már többször átmentem, tehát ha, talán van mit mondanom neked, és érdemes meghallgatni, és, és tényleg az új korszak, meg úgy is értelmezhető, Laci, az 50, hogy úristen, nyilván 20-tól nézve az 50 az néni, de közben meg nem szeretem az öregszünköt, inkább az idősödünk, vagy érünk. 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 Meg persze változunk, de hogy hogyan és miként látjuk ezt, az viszont rajtunk múlik. És, és én tényleg azt érzem, hogy miután a szakmával töltött évenek, majdnem a fele hátra lehet. És ha így nézem, vagy akár hogy az életem, második része még előttem áll, akkor én nem azt szeretném, hogy mondani, hogy már nem számít semmi, vagy már nem érdekel semmi. Szerintem a még nem szlogenje is életben tart. Még nem tudom, de majd megtanulom. Még nem láttam, majd megnézem. Még nem ismerem? Oké, meg fogom ismerni. Én így készülök. Szuper. Nagyon sok sikert hozzá. Köszönjük, Szépen. hogy velünk voltál a Hárfeszt podcastjében a Borbénál Szilinórát látták. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.